Ma egy kicsit közösen nótáztak az ellátottak a fellépőkkel, de nem csak egy nap az időseké, hanem az év 365 napja. Minden alkalommal, nem csak az idősek világnapján, bármely ünnep van, mivel a körzetembe tartozik két idősek otthona is, el szoktam látogatni, és együtt ünnepelek az itt élőkkel. Úgy érzem, hogy közös hangot megtaláltam az idősebb korosztállyal. Azt is elmondhatom, úgy érzem, hogy várnak, szeretettel várnak, el tudunk beszélgetni, hogyha esetleg valami problémájuk van, akkor azt bátran el tudják mondani. Nem mint hogyha igazgatóasszonynak vagy az itt dolgozóknak nem mernék elmondani, de mindig vannak olyan apró-apró dolgok, amelyeket meg tudunk közösen beszélni, és mindig megoldást is találunk rá. Igyekszünk is mindent megtenni azért, hogy az idősek úgy érezzék, hogy nem ezen az egy napon, hanem a év minden napján foglalkozunk velük, odafigyelünk rá, mert ez úgy érzem, hogy feladatunk. Ha majd mi is ezt a kort megérjük, hogyha Isten is úgy akarja, akkor azt hiszem, mi is joggal várhatjuk ezt el. Ebben a korban már sok idős segítségre szorul, amit meg is kap az otthon dolgozó. Vannak, akik még fennjárók, ők sokszor sétálnak a főtéren. Öröm segíteni az idősebb korosztálynak, és bevallom őszintén, a városban is nagyon sok ismerős arcot láthatok az otthon lakói közül, ugyanis akik a Horváth Ferenc utcán, akik most úgy átköltöztek a Varr utcára felújítások idejére, sokszor találkozom mind vásárlás, mind pedig csak az utcán való sétálás közben.